panelprogram, kamerarendszer, ülésezik a testület. Drámai csatában újabb lépés a 7. hely felé. Jeles alkalom, 20 éve szól az orosházi harangszó. Jó estét kívánok! Köszöntöm Önöket az Orosházi Városi Televízió keddi híradójában. Lássuk is legfőbb híreinket! Jelentős hitelállománytól szabadulnak meg a panelprogramban résztvevők. Orosházán összesen 746 lakás 210 millió forint adósságát vállalt át az állam. Ennyi volt a 2013 végén fennálló önkormányzati tartozásuk, ezt már nem kell megfizetniük a panelprogramosoknak, 19 lakóközösséget érint az intézkedés. Az ezzel kapcsolatos döntéseket hozza meg elsőként a képviselőtestület április 25-én. A soros ülésen 9 nyilvános napirend szerepel, a panelprogram hitelátvállalása mellett térfigyelő kamerarendszer kiépítéséről és a helyi rendezvények támogatásáról is egyeztetnek. A pénteken 9 órakor kezdődő ülést követheti a Városi TV-n vagy az Orosz Kafén keresztül. Két hét maradt a választási plakátok eltávolítására. A választási törvény szerint a szavazás napjához képest egy hónapon belül, tehát május 6-án 16 óráig kell eltávolítani a plakátokat annak, aki azt kihelyezte, vagy akinek érdekében kikerült a közterületre. Az április 6-i országgyűlési voksolást megelőzően városunkban is sok helyen találkozhattunk közterületen elhelyezett választási plakátokkal. Ezek ma már céltalanná váltak és el is kell távolítani. A jogszabály értelmében a voksolást követő 30 napon belül, azaz május 6-áig. Erre az orosházi helyi választási iroda is felhívja a jelöltek és jelölő szervezetek figyelmét, hangsúlyozva, hogy tegyenek eleget kötelezettségüknek, különös tekintettel a közelgő európai parlamenti választásra és az ahhoz kapcsolódó kampányra. Az EP választásig még bő egy hónap van, a kampány elindult. Több párt elkezdte gyűjteni az induláshoz szükséges aláírásokat. Magyarország összesen 21 képviselőt küldhet Brüsszelbe, hogy melyik párt mennyi képviselőt delegálhat a magyar küldöttségbe, az május 25-én az egyfordulós listás szavazás eredménye alapján dől el. 2014 egyébként a választások éve hazánkban, ősszel az önkormányzatiság újul meg. Újdonság, hogy az új alaptörvény elfogadásával az eddigi 4 év helyett 5-re választunk polgármestert és helyi képviselőket, és ősszel lesznek a nemzetiségi önkormányzati választások is. Közel 50 millió forint, ennyit nyert az Egységes Szociális Központ hajléktalanok támogatására egy pályázat keretében. 16 otthontalan vehet részt a foglakprogramban Orosházán. Szakmaszerzéssel, tanácsadással, lakhatással támogatják őket 2 éven keresztül. A Szabó Dezső utcai hajléktalan szállón számolt be Vaszkán Erzsébet ESK vezető és Zalai Mihály alpolgármester április 17-én arról, hogy pályázaton nyert az Egységes Szociális Központ. Mintegy 50 millió forintból segítenek a programba kerülő hajléktalanok számára talpra állni városunkban. Nagyon szokatlan helyszínen tartottunk a sajtótájékoztatót. Úgy gondoltuk, hogy abban az intézményben és azokat kell tájékoztassuk, akiket ez a pályázat, akiket ez a program leginkább érinteni fog. Tehát a hajléktalan szállóra jöttünk, és a sajtótájékoztatóval párhuzamosan a nappali melegedőben talán éppen tartózkodó hajléktalanokat is igyekeztünk tájékoztatni arról, hogy ez a program milyen lehetőségeket fog nyújtani számukra. Munka és lakhatás. Ezek megtalálásában is segítenek a szakemberek, mint egy 16 otthontalan számára. Amint az elhangzott, előzetes kiválasztást követően 2-8 fős csoportban segítik majd a hajléktalanok visszailleszkedését a társadalomba a szakemberek a következő hónapoktól. Ez a pályázat gyakorlatilag olyan utcán élő hajléktalanok és hajléktalan intézményben élő hajléktalan személyek segítését irányozza elő, akik képesek és hajlandóak is arra, hogy változást tudjanak az életükben elérni a segítségünkkel. A projektet az önkormányzat is segíti, lakhatási támogatással száll be a foglakprogramba. Az áprilisi testületi ülésen döntenek majd arról a városatyák, hogy biztosítják az első lakást az ESK számára a program céljainak megfelelően. Különböző tanácsadásokon, tréningeken kívül OK és tanfolyam is várja a résztvevőket. Takarítói képzést szerezhetnek a hajléktalanok, hogy ismét visszataláljanak a munkavilágába.
A sajtótájékoztatón elhangzott, az a cél, hogy a tréningeken résztvevők ismét önálló életet élhessenek, külső segítség nélkül. Drámai csatában tartotta itthon a két pontot az orosházi FKS Ellina már. NB1-es férfi kézilabda csapatunk egyetlen góllal, de verte a Ceglédet szombat este. A vezetőedző szerint a harcosságnak köszönhető a siker. Szombat este a Cegléd érkezett orosházára, az NB1-es férfi kézilabda bajnokság rájátszásának újabb körében. Mindkét együttes rendkívül keményen és harcosan védte a kapuját, ezért nagyon kevés gól esett a mérkőzés első felében. A 15. percben 5-4 állt az eredményjelzőn. A legnagyobb különbséget a hazaiak javára a 16. percben regisztrálhattuk, 2-vel vitt az UFKS-e. Innen azonban egy 12 perces hazai gólcsend következett. Az volt a szerencse, hogy a Cegléd is sokat hibázott, így komolyabb előnyt nem tudtak kialakítani. A szünetre 3 gólos vendégelőnnyel mentek a csapatok. A második játékrészben látszott az elszántság a mieinken, de a félidő elején ez még eredményességgel nemigen párosult. A lelkes hazai publikumnak a 41. percig kellett várni az egyenlítő gólra. Ezután sűrűsödtek az izgalmak, fej-fej mellett haladtak a csapatok egészen az 59. percig. És nézzük akkor az utolsó perc krónikáját. Mindössze 1 perc 12 másodperc volt hátra a mérkőzésből, amikor a Cegléd támadhatott, de az orosházi védelem jobban bírta erővel, és ki tudták védekezni az utolsó nagy rohamot. Majd a lerohanásból Bali Ricsi belőtte a 23. gólunkat, amivel újra megszereztük a vezetést. Ezután még egy rendkívül izgalmas 12 másodperc következett, kiállítással, sáncolt lövéssel. A lényeg, hogy a Cegléd már ebben a néhány másodpercben nem tudott újabb gólt szerezni, így ha nehezen is, de az orosházi csapat megszerezte a győzelmet, és ezzel ismét tett egy lépést a végső 7. hely felé. Orosházi FKS-e Linemár, Ceglédi KKS-e 23-22. Mai meccsen azért sikerült nyerni, mert a csapat nem adta fel. Felfogtuk azt, hogy 60 perc tart a mérkőzés, végig küzdöttünk, és így sikerült megnyerni a mérkőzést. Nagy küzdelem folyik ezért a 7. helyért, mert hasonló képességű csapatok vannak, nagy küzdelem van, de mindent meg fogunk tenni, hogy ezt a 7. helyünket megőrizzük a bajnokság végén. Igazából ugye a védekezésnek a keménysége határozta meg az egész mérkőzést, és a végén ennek köszönhetjük, hogy kitartottunk mindvégig, és ennek köszönhetjük, hogy megfordítottuk a mérkőzést. Összességében nagyon elkeseredett vagyok. Most azt mondtam a fiúknak, hogy a hozzáálláshoz, helyenként a játékhoz, védekezéshez gratulálhatok nekik. Nüanszok hiányoztak. Én azt mondom, szinte az összes rájátszásbeli mérkőzésen ilyen szoros eredmények fognak születni az elkövetkezőkben is. Az UFKS-e csapatára két idegenbeli mérkőzés vár a folytatásban. Április 23-án a Vác, május 1-én a Pler otthonában lépnek pályára. Idén 20 éves az orosházi harangszó, városunk evangélikus egyházközségének gyülekezeti lapja. A jeles alkalomból beszélgetést szerveztek, az újság indulásáról és jelentőségéről is szó volt a könyvtárban. A városalapítás 250. évfordulójának alkalmából jelent meg először az orosházi harangszó. Ennek már 20 éve az orosházi evangélikus egyházközség gyülekezeti lapja azóta is folyamatosan létezik. Az évforduló alkalmából beszélgetést szerveztek a városi könyvtárban az orosházi multidéző sorozat keretében, mintegy 40-en érdeklődtek a rendezvény iránt. Nagyon fontos, hogy van egy olyan negyedéves, évi 4 rendszerességgel megjelenő folyóirata a gyülekezetnek, amiben mindenki, a gyülekezet közelebbi és távolabbi tagjai, értve ezt a hitéletet gyakrabban gyakorlók, illetve a távolabbra kerülőkre egyaránt, értesülhetnek mindazokról a fontos eseményekről, amik a gyülekezetet életét jellemezték a laptól lapig terjedő időszakban. Az április 15-i beszélgetésen Koszorús Oszkár házigazda vendégei Ribár János nyugalmazott evangélikus esperes és Ördög Endre igazgató lelkész voltak. A beszélgetés során a kezdetekről is szó esett. A városban hosszú szünet után 1989. júliusában indult el az orosházi napló, és akkor a rendszerváltozás idején több újság indult, egyházi lapok is indultak, és amikor 1994-ben a város 250 éves lett, akkor úgy éreztük, hogy megérett a helyzet arra, hogy egy
régi hagyományt, mert Orosházán több ízben volt már orosházi evangélikus lap, egy régi hagyományt folytassunk. Minden világi kérdéshez, társadalmi kérdéshez, politikai kérdéshez igyekeztünk hozzászólni, én mint szerkesztő, de magától értődik, hogy a munkatársaink is. A másik nagyon nagy jelentősége volt, amit talán még nem értékeltek a szerkesztőtársaim, de majd értékelnek, hogy Orosháza történetét nagyon jelentős mértékben dolgozták föl a lapnak dolgozó, akár Koszorús Oszkár, Verasztó Antal, de mások is voltak. A mintegy egy órás beszélgetés alatt nem csak az újság történetéről tudhattak meg többet a jelenlévők. Szó volt arról, mit jelent az evangélikus hitvallás, és arról, hogyan épül fel az egyház maga. Így tudhatták meg az érdeklődők azt, milyen alapokkal is rendelkezik a 20 éves múltra visszatekintő lap. Ellentétes félidők után egy pontot tartott itthon az Orosháza FC az MB3-as labdarúgó bajnokság 24. fordulójában. Csapatunk vendége az Erzsébetvárosi SMTK volt szombat délután a Mátrai stadionban. A Pesterzsébeti SMTK-t fogadta április 19-én az Orosháza FC labdarúgó csapata. Egy perces gyászszünet előzte meg a mérkőzést. A 60 éves korában elhunyt Veres Istvánra, az egykori kinizsi játékosra emlékeztek a résztvevők. Kiegyenlített, nyílt sisakos játékot hozott a mérkőzés. A 30. percben Dobes révén vezetést szerzett a fővárosi csapat, válaszul az OSC kapufáig jutott. A második játékrészben Baranyai pályára lépésével megélénkült a támadójátékunk. A mérkőzés derekán szinte egy kapuzott csapatunk, aminek eredményeképpen a 81. percben Füredi egyenlített. Az utolsó percben elmaradt egy vitatott 11-es, így maradt az 1-1-es döntetlen, aminek az Erzsébet városiak örülhettek jobban. Az Orosháza FC április 26-án a Rákosmente otthonában lép pályára. Budapesti gyerekek, orosházi kiállítás, a település alapítási ünnepség egyik kapcsolódó programjaként a Rákospalotai Meixner iskola növendékei mutatkoznak be városunkban. A sajátos nevelési igényű diákok különleges tárlata április 17-én nyílt meg a Városi Képtárban. Érdekes formák, színkavalkád és rengeteg kreativitás. Többek között ezekkel is találkozhattak azok az érdeklődők, akik részt vettek a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény diákjainak kiállítás megnyitóján. Arra a kérdésre, hogy miért éppen budapesti gyerekek műveit állították ki a képtárban, a válasz egyszerű. A két város között van egy erős kapocs, akit Tóth Nórának hívnak. Nóra orosházi származású tanár, jelenleg a Rákospalotai Meixner iskola művészeti vezetője, ahol többek között sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozik. Nem sérő gyerekek, csak egy bizonyos részképesség zavarral küzdenek, és hihetetlenül kreatívak, úgyhogy tulajdonképpen ennek nehézsége igazából nincsen. A szépsége pedig az, hogy utána az eredményét itt láthatjuk a falakon. A tárlaton a gyerekek kreativitása igazán szembetűnő. A legkülönfélébb anyagokat, hétköznapi tárgyakat és technikai megoldásokat ötvözik képeiken. Az iskolában azt vallják, hogy a boldog gyermekkor és a kellemes időtöltés hozzájárul a hatékony tanuláshoz. A művészeti oktatás szintén ezt az elvet szolgálja, hiszen az alkotó gyermek boldog gyermek. A sajátos nevelési igényű gyerekeket neveljük együtt a harmonikusan fejlődő gyerekekkel, és ezt a komplex személyiségnevelés miatt mindenképpen kiegészítettük a művészeti neveléssel, és hát egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan művészeti vezetőnk van, aki ebből a lehető legtöbbet tudta kihozni. A tárlat megnyitóján valamennyi kiállító kisdiák jelen volt. Az ünnepélyes megnyitót követően kézműves játszóház várta őket, ahol agyagoztak, tűzománcoztak és közösen festettek egy nagy vászonra. Elmaradt a bravúr a Rákóczi Vasasnál. A Szabad Kígyós csapatát fogadta húsvét vasárnapján megye 1-es foci csapatunk. A kapu előtti határozottság döntött el a mérkőzést a bajnok aspiráns javára. A listavezető Szabad Kígyós csapatát fogadta Rákóczi Vasas húsvét vasárnapján Rákóczi telepen. Mindegy 200 hazai drukker bizakodott abban, hogy a húsvéti nyuszi pontot vagy pontokat hoz kedvenceik számára. A gyorsmozgásos, rövidpasszos játékkal operáló vendégek már a 19. percben megszerezték a vezetést. Ekker Attila remek cselek után csekélyhez passzolt, a kígyósi játékos kilőtte a hosszú sarkot 0-1. Egy perc múlva Ekker 40 méterről emelt a kapura, a labda a kapufán csattant. A második játékrészben többször adódott egyenlítési alkalom a Rákóczi előtt, de ezek kimaradtak.
Az utolsó percben szerzett újabb kígyósi gól eldöntötte a mérkőzést. A húsvéti nyuszi tehát ezúttal a szabadkígyósiaknak hozta a pontokat. Orosházi Rákóczi Vasas, szabadkígyós, 0-2. A Városi Televízió keddi híradójának legfőbb híreit nézzük még egyszer, röviden. Panelprogram, kamerarendszer, ülésezik a testület. Drámai csatában újabb lépés a 7. hely felé. Jeles alkalom, 20 éve szól az orosházi harangszó. Az Orosházi Városi Televízió keddi híradóját látták. Arckép című sorozatunk következik a folytatásban kommentár nélkül. Maradjanak velünk. További jó tévézést, viszontlátásra!